Focus bracketing és focus stacking. Ezekről fogok ebben a videóban beszélni. A sok felhasználási lehetőség közül két dolgot fogok kiemelni. Az egyik, hogy hogyan tudsz egy kevésbé érdekes dolgot is jól bemutatni vele, mint például egy sima fa, illetve hogyan tudod irányítani az emberek figyelmét. Hello mindenki, én Nagy Zoltán vagyok, ha nem ismernétek még, és hogyha érdekel a fotózás, az utazás, illetve az online pénzkeresés, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, ha ezt még nem tetted meg. Most pedig beszélünk a focus stackingről, focus bracketingről. Mind a kettőnek az a lényege, hogy a mélység élességünket ki tudjuk tolni. Tehát én jelen esetben azt fogom bemutatni, hogyan tudjátok elérni azt, hogy a képen minden éles úgy, hogy van valami, amit úgy fotóztok le, hogy az előttetek lévő tárgy, vagy a kép egyik fő eleme nagyon közel van hozzátok, és a hátteret is élesen akarjátok tartani a képen. És ezt nem tudjátok megoldani egy fotóból jellemzően, mert hogyha valami túl közel van a kamerához és erre fókuszálsz, akkor a háttérben lévő dolgok el fognak mosódni. Illetve ugyanez fordítva. És ezzel egy nagyon érdekes hatást fogtok tudni elérni. Mikor van ennek értelme? Nézzük meg ezt a képet. Ezt Olaszországban csináltam, Assisiben. És ha megnézitek, az előtérben ott van ez a két korlát világosabb és nagyon kitűnik az előtérbe. Ha akarsz, ha nem, oda fogsz nézni, oda fogja vonzani a tekintetedet. Szóval úgy angolul Anchor Pointnak hívjuk, ami nem tudom, hogy van-e magyar megfelelője, horgonypontot jelent. Ha ez homályos lenne, akkor nem vonzaná oda a szemedet, zavarná az ember, az éles dolgokat, meg a világos dolgokat keresi egy képen. És mivel ez éles a képben, oda vonza a szemedet, és ez egy vezető vonal is egyben, mert ez a korlát szépen végigmegy, és rámutat a képünk fő témájára, ami pedig a templom. De most mivel a képünk fő témája a templom, ezért nem lehet, hogy a templom életlen, de azt is akarom, hogy ez a korlát oda vonza a tekintetedet, tehát annak is élesnek kell lennie, ezt egy képből lehetetlen megcsinálni. Bármilyen kamerával. Ez az olasz kép amúgy az egyik kedvenc képem az idei évből, és a teljes szerkesztési folyamatot, hogyha érdekel, megnézheted az oktató videó sorozatomban, amit az oktatás.zoexplorer.com oldalon találsz, a kamerával a világ körül első részben, és ott egy ilyen 40-45 perc alatt, ha jól emlékszem, elmesélem, hogy hogyan kell elkészíteni az összes lépést, a teljes szerkesztési folyamatot. Pontosan ennél a képnél is. De nézzük most egy másik példát. Ezt a képet tegnap előtt csináltam a Mátrában, és egy fa van rajta, meg egy gyökér. Na most ebből elég sokat látunk minden nap sajnos, gyökérből is, meg fából is. Nagyon nehéz őket úgy fotózni, hogy érdekes legyen, tehát hogy fotós szemmel, esztétikai értékkel bírjon, mert a fák gyönyörűek, én imádok túrázni, sőt én nekem az egész tínédzser vagy gyerekkorom arról szólt, hogy állandóan az erdőben voltam túrázni. Pénteken elmentem túrázni, vasárnap mentem haza, a szabad ég alatt aludtam, tavasztól őszig. Majdnem minden hétvégén. De attól még ez egy fotón nem lesz érdekes is. És ahhoz, hogy ezt érdekesen mutasd be, ahhoz egy olyan perspektívában kell bemutatnod, amiben mi nem vagyunk képesek látni. Mert nem fekszek le a földre, és nézem meg alulról, meg ha le is feküdnék, sem tudnám egyszerre nézni azt a levelet, meg egyszerre nézni azt a fát úgy, hogy éles legyen, még a szemünk sem képes arra, hogy mindent így egyszerre lásson. És itt jön még egy következő trükk bele, hogy egy nagyon-nagyon széles, azaz ultraszéles látószögű lencsét használtam hozzá, ez a 7-14 mm-es Pro lencséje az Olympusnak, ami nagyon jó, de nem kell hozzá egy ilyen drága Pro lencse, egy egyszerű széles látószögű, vagy minél szélesebb látószögű lencsét is használhattok, ez egy sokkal olcsóbb 9-18 mm-es lencséje az Olympusnak. Azt tudni kell, hogy itt kétszeres szorzó van, tehát hogyha más gépeket, mondjuk full frame-et használsz, akkor ez 18-36-nak felel meg. A másik elengedhetetlen dolog hozzá pedig egy állvány. Ez a Manfrotto BeFree Advance állvány, ez egy karbonállvány, egy olyan nagy utazóknak van, mint én, aki szeret nagyon sokat utazni, és szeretné magával vinni az állványt, és nem azt akarja, hogy nagyon nehéz legyen, akkor ez egy tökéletes választás lehet ez az állvány, de erre a célra tökéletesen megteszi egy ilyen kicsi, olcsó, Manfrotto pixi állvány is. Ez azért érdekes, mert hogy ha megnézitek, ez is egy állított kép, és az állított képek lesznek itt igazából az érdekesebbek. Több okból is. Az egyik az az, hogy nyilván azt akarjuk, hogy legyen egy előtér, meg legyen egy háttere a képnek, és ez általában egy állított képnél, egy portréirányú képnél fog ez jól érvényesülni, mert azt akarjuk, hogy a közelből, a távolba irányítsuk valahogy a figyelmet. Pontosan ezért is tökéletes ez a kis állvány, mert hogy itt a gömbfejet el tudom fordítani 90 fokban oldal irányba, tehát portré módban is fogok tudni vele fotózni, illetve a lábait tudom állítani úgy, hogy esetleg ne billenjen el, vagy ne dőljön föl, hogyha nem egyenletes a talaj. Úgyhogy ebből a szempontból egy ilyen kis picit kicsi, olcsó állvány is tökéletesen megteszi a célnak. Most pedig megmutatom, hogy Photoshopban én hogyan szoktam megcsinálni ezt a Focus bracketing technikát. Amint láthatod, most Photoshopban vagyunk. És ez a kész termékünk, ez a kész kép. És hogyha én bele nagyítok, láthatod, hogy az előtér éles, a középrész is éles, és hátul a fa is teljesen éles. És nézzük meg az eredeti képeket, ahol is, ha megnézed, az előtér az első képen éles, de középen már egyáltalán nem, a háttér meg már teljesen életlen. Egyel arrébb megyek, az előtér kezd életlen lenni, középen egész jó, meg a fa is, sőt középen teljesen éles, a fa egész jó, majdnem teljesen éles. És remélek a harmadik képre, az előtér már teljesen életlen, a közép egész jó, és hátul a fa tökéletesen éles. Most ebből a három képből kellene nekünk összehozni egyet, ami teljesen éles, pár kattintás az egész, maradj velem! Ha RAW fájlban fotózol, akkor egyszerre megfoghatod ezt a három RAW fájlt, és behúzod a Photoshopba egy új főre. Kész is van, itt van a három fotónk, és egyszerre meg fogod tudni őket szerkeszteni, úgyhogy kijelölöd itt oldalt mind a hármat, úgyhogy nyomod a Shift-et, mondjuk az elsőt, lenyomod, nyomod a Shift-et, rányomsz az utolsóra, ki van jelölve, és itt bármilyen módosítást csinálsz jobb oldalt, ez mind a háromra pontosan ugyanaz a módosítás végbe fog menni. Ha te JPG-be fotózol, akkor ez a lépés neked ki fog maradni, és semmi más nem fog történni, mint hogy megnyitod a fotókat egyesével, és itt fölül meg fog jelenni egy-egy fülön. Mint ahogy nekem most a szerkesztés után rányomtam, és mind a három képet szépen egyesével egy külön fülön itt megnyitja. Ha ezzel megvagytok, akkor azt kell elérnünk, hogy mind a három kép egymás fölött legyen egy-egy rétegen. Megtartjuk ezt az elsőt, ez ugye a második képünk, nyomod a Shift-et, balegérgomb, ráhúzod az első fűre, elengeded, és amit látod, egymás tetején van a két kép. Ugyanez a harmadiknál, nyomod a Shift-et, megfogod, ráhúzod, elengeded, megvan az első, megvan a három réteg egymás tetején. Ezeket pedig nyugodtan bezárhatod mentés nélkül, nincsen rá szükségünk. És nézzük meg a három réteget. Amit látjátok, rögtön van egy probléma, hogy olyan, mintha egy kicsit bezoomolt volna a kamera, ugye a fókusz távolság változtatását, és ez teljesen normális. Telefonnál és kameránál is az fog történni, hogy az előtérre fókuszálsz, akkor egy picit más látószögben fogja lefotózni, hiába nem állítasz át semmit, mint amikor a háttérre fókuszálsz. Szerencsére a Photoshopban ez nagyon-nagyon könnyű javítani. Ha kijelölöd mind a három réteget, itt, akkor itt van felül egy ilyen, hogy szerkesztés és rétegek automatikus igazítása. Nyugodtan hagyd az automatikuson, vinyetta és geometria ne legyen bekapcsolva, nyomsz egy OK. Kész is vagyunk, nézzük meg még egyszer. Ha megnézed, az első két képnél semmilyen elmozdulás nincs, illetve a felső két rétegnél, az alsó két réteghez képest pedig egy minimális van itt a sarkoknál. Ez nem probléma, ez nem fog látszódni egyáltalán a képen, amit most mindjárt összeillesztünk. Innentől kezdve körülbelül én olyan 15 másodpercben lennék kész a fókusz bracketinggel, de nektek el akarom magyarázni, hogy mi az egésznek a lényege. Mert a maszkolás lesz a lényeg, és ezt úgy tudom megtenni, hogy csinálok itt egy tömör szín réteget, ami mondjuk legyen piros, és amint látjátok, ez a színünk, ami mondjuk alatta egy kép, de itt most egy piros szín van, mellette pedig ez a fehér kis valami, az a maszk. És hogyha a maszkot kiválasztod, és mondjuk egy ecsettel, vagy egy gradient filterrel, elkezdesz feketével belerajzolni, akkor ahol fekete, ott átlátszik. Olyan, mintha kivágtad volna azt a részt a képből, és most már nem takarja ki az alatta lévő részeket. És pont ezt a tulajdonságát fogjuk kihasználni a Photoshopnak, és így fogjuk összeilleszteni a különböző képeket. Megmutatok még egy másik lehetőséget, itt bal oldalt van egy ilyen egy grádiens filter. Ez ugye egy színátmenet, és ezt itt bal fölül tudjátok állítani, hogy ez legyen fekete vagy fehér, illetve itt tudjátok állítani a színeket, most legyen úgy, hogy fölül fekete, alul fehér. És hogyha én innen alulról húzok egy ilyen grádiens filtert mondjuk ide, akkor láthatjátok, hogy van egy ilyen szép átmenet, tehát hogy alul egyáltalán nem érvényesül a legfelső réteg, és szépen ezzel az átmenettel egyre jobban érvényesül a felső réteg. És hogyha egy ilyen rövidebb grádienst húzok, akkor egy ilyen kellemes átmenetet fog képezni az alsó képből majd a felsőbe, mutatom is, hogy hogyan. Most letörlöm ezt a felsőt, erre már nincsen szükségünk, ki is kapcsolom, hogy ne lássuk a legfelső réteget, és azt akarom, hogy az alsó réteg az teljesen látszódhat, viszont az egyel fölötte lévő rétegnél a legalsó része, a legeleje, ami a legalsó képen ugye a levél, meg az előtér az éles, hogy azon a részen ne érvényesüljön a második réteg. Tehát első réteg, réteg 1 nevezetű, valójában második rétegen rányomok erre a gombra. Megjelenik mellette egy maszk. És arra mindig figyelj, hogy ne a kép legyen kiválasztva, hanem a maszk, és ezen dolgozunk. Ugyanígy itt van nekünk ez a grádiens filter, fekete, illetve fehér szín, és megnézzük, hogy ez az első kép, ez körülbelül eddig biztosan éles. Tehát, hogy eddig rendben vagyunk. Tehát úgy, hogy a maszk ki van választva, ide húzok egy grádiens filtert, és körülbelül így jók is vagyunk. Amint látjátok, azt értük el, hogy ez a rész, fókuszáljunk erre a részre, hogy az előtér most tökéletesen éles maradt, viszont azzal, hogy a második rész, második képnél, ugye ez a rész éles, és egymás tetején vannak, most már ugye az előtér is, meg a középrész is éles. Most pedig ugyanezt csináljuk meg a harmadik képnél, maszk, és a maszkon belül látom azt, hogy én ezt a körülbelül eddig szeretném megtartani a második réteget, ide rajzolok egy grádiens filtert, és kész is vagyunk. Kész a focus stacking, illetve a focus bracketingünk, amint látjátok szuper egyszerű, ha 10 képből csinálnánk meg, akkor se lenne sokkal bonyolultabb. Innentől kezdve már csak meg kell szerkesztened a képet, hogy jobban nézzen ki. Tehát jobb oldalt ezt a 3 réteget kiválasztom, jobb klik, rétegek egyesítése, és amint látod összerakja egy darab képpé. És innentől kezdve csinálhatsz vele bármit. Mostantól ez a kiindulási pontod, megcsináltad azt, hogy minden éles legyen a képen, innentől kezdve már csak meg kell szerkesztened úgy, mint minden normális képet. Amit látjátok, valójában ez nagyon egyszerű lenne. Ha nem duálnál kenyétek, a 2-3 perc alatt kész lehetne az egész focus bracketing technika, vagy meg tudjátok csinálni ennyi idő alatt, és utána már csak szerkesztenetek kell a képet. Én ezt most nem fogom végig szerkeszteni, mert egy jó 20-30 percen még biztos elmenne vele azzal, hogy kitaláljam, hogy mit, hogyan csinálok még egy ilyen egyszerű képen is. Nem ritka, hogy amúgy órákat is tudok elszöszölni egy képen. Ha valakit ez jobban érdekel, szeretnétek megtanulni, hogy hogyan szerkesztem én a képeket, akkor csak menjetek föl az oktatás.zolitfolek.com oldalra, vagy kövessétek a linket a videó alatt, és meg tudjátok vásárolni a tanfolyamat, ahol 11 képen bemutatok különböző technikákat, köztük ezt a focus bracketinget is amúgy. És ezzel támogattok egyidejűleg minket benne. Aki már megvette, annak nagyon-nagyon szépen köszönjük, hatalmas segítség volt, aki pedig tervezi megvenni, annak pedig előre is nagyon köszönjük. A következő videóban találkozunk. Víg napot!